Tisztelettel köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit a mai sajtótájékoztatónkon, amelynek a témája, hogy összegezzük, számot vessünk a kormánynak a nők és a gyermekek védelmében, érdekében tett intézkedésekről, és egyben egy távlatot is bemutassunk, kicsit a jövőről is, terveinkről is beszámoljunk. Elsőként engedjék meg, hogy egy teljesen általános, de számunkra nagyon fontos kijelentéssel kezdjem, hogy a nők és gyermekek esetén semmilyen erőszakos cselekvénynek semmilyen formáját nem tudom, nem tudjuk, és nem is akarjuk támogatni és elfogadni. Azt gondoljuk, hogy ennek érdekében minden kormánynak és mindenkinek kötelessége és felelőssége is, hogy intézkedéseket tegyen. Ezért tartjuk fontosnak a mai sajtótájékoztatót, és azt, hogy összegezzük azt, hogy éppen hol is tartunk most. Úgy vélem, hogy soha nem volt még olyan erős jogi védelem a nők, a gyermekek és az elesettek rászorulók érdekében, mint amilyen jogi védelem jelenleg van Magyarországon. Természetesen ez egy folyamat, ennek a folyamatnak vannak lépései, vannak állomásai, vannak részeredményei és vannak eredményei. Fontosnak tartom azt a kiindulási pontot kiemelni elsőként, ami arról szól, hogy magában az alaptörvényben rögzítettük azt, hogy a nőket és a gyermekeket védjük, ugyanúgy, ahogy védjük az elesetteket és rászorulókat, mindenki, aki érintett ebben a körben. Azt is rögzítettük, hogy külön intézkedéseket fogunk tenni ennek érdekében, ha szükséges, külön törvényeket és jogszabályokat fogunk a védelem érdekében létrehozni. Ennek egyik lépcsője volt és állomása az a büntető politika és az a büntető törvénykönyv, ami kiemelte ezt a kategóriát, sőt, önálló tényállását tette a kapcsolati erőszaknak a témakörét, és ehhez mindenféle büntetési tételeket nevesített. Ezek elég súlyos büntetési tételek, különösen akkor súlyosak, anélkül engedjék meg, hogy felsorolnám őket, különösen akkor súlyosak, hogyha ez kapcsolaton belül van, és akkor, hogyha ebből a kapcsolatból gyerek is született. Úgy gondolom, hogy ez a büntető törvénykönyv sokkal nagyobb biztonságot ad a nőknek, és sokkal nagyobb lehetőséget is ad. Ugyanakkor azt nem gondolom, hogy ennek az útnak a végére értünk volna, és mindent befejeztünk volna, és minden védelmet megadtunk volna a rászorulóknak, a bántalmazottaknak, és minden lehetőséget kimerítettünk volna. A harmadik, amiről beszeretnék számolni, a jogszabályok önmagukban semmit sem érnek, hogyha az alkalmazásuk és a mögöttes intézményrendszer hiányzik. Ezért ki szeretném emelni azokat a krízisközpontokat, aminek a számát 4-jel gyarapítottuk az elmúlt időben. Ez egy önálló intézményrendszer, ami kifejezetten az áldozatoknak a megsegítését szolgálja szervezett keretek között. Ezek az krízisközpontok egyébként nem csak néhány órába, hanem folyamatosan elérhetőek, és ingyenesen hívhatók is természetesen. Lehet, hogy növelni lehetne azt az ismertséget, ami a telefonszámhoz kapcsolódik, ezért engedjék meg, hogy ezt a formát is megragadjam erre. 0680 20 55 20, nem egy egyszerű telefonszám, de talán amilyen nem egyszerű megjegyezni ezt a számot, olyan fontos, hogy megjegyezzük, hiszen mi is az élet bármelyik pillanatában tudunk, ha szeretnénk, segítséget nyújtani az éppen rászorulóknak. Nagyon fontos, hogy az éppen sérültek, éppen áldozati szerepben lévők egyfajta titkos menedéket is kapjanak, mert hogy erre is szükségük lehet. El szeretném önöknek mondani, hogy nemzetközi szinten is nagyon sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Sokszor talán erőszakos kampányokban is, aminek az eredményét és az eredményességét nehéz lenne megítélni, de ki szeretnék emelni egy olyan egyezményt, az isztambuli egyezményt, amihez való csatlakozást mindannyian fontosnak tartjuk, és természetesen nem csak szándékunk van a csatlakozásra, mint ahogy volt is, hanem mint ahogy önök is olvashatták, a Magyar Könyvlöny február elején megjelentette azt, hogy Magyarország is csatlakozik az isztambuli egyezményhez, és hát, hogyha az első parlament összeül az április 6-ai választáson,
választás után, akkor sor kerül itt az aláírásra és a megerősítésre is. Úgy gondolom, hogy ez a folyamat nem csak a nőkről szól, hanem a gyerekekről, és szeretném, hogyha ebbe a témakörbe a gyermekvédelem érdekében tett lépéseket is megoszthatnánk önökkel. És akkor én átvenném a szót, és köszönöm szépen képviselőasszonynak, hiszen nagyon pontosan összefoglalta a nők, mint áldozatok, és a gyakori kérdés, hogy a nő vagy a gyerek áldozat egy családban külön kezelhető kérdésköre. Mi úgy gondoljuk, hogy nem, de a magyar kormány elkötelezett az elmúlt évben a tekintetben, hogy a gyermekekkel szemben és a gyermekekkel szembeni bűncselekményeknél zéró toleranciát érjen el. Ezt azt gondolom, hogy számos intézkedés sorozat is alátámasztja, és ahogy itt korábban elhangzott a nők esetében, a gyermekekre is ugyanez igaz, soha az elmúlt időben nem történt ennyi, akár a törvény alkotói oldalon, akár a tájékoztató kampányok tekintetében, hogy gyermekeink védelmében ennyi mindent megtettünk volna. A minisztérium a törvényalkotói szinten két gyermekbarát törvénycsomagot alkotott meg, az egyiket 2012-ben fogadta el az országgyűlés, a másikat pedig tavaly, azaz 2013. decemberében. Az első törvénycsomagnak az volt a lényege, hogy tovább szigorítottuk a megfelelő szabályozásokat a kiskorúak érdekében és az érdekének érvényesítése területén. Így az igazságszolgáltatási eljárásokban szerettük volna az ő szerepvállalásukat, jogaikat még inkább hangsúlyozni. Ez mindenképpen egyik fő célkitűzése volt a gyermekbarát igazságszolgáltatásnak, amit maga Navracsics Tibor miniszter az Európai Uniós elnökség ideje alatt már bejelentett. Ennek következtében jutottunk el oda, hogy a dán elnökség alatt a bizottság, majd utána a későbbiek során az Európai Parlament is elfogadta, és Budapest MEPROD címen tulajdonképpen a többi tagállam is Magyarország kezdeményezésére ezeket a gyerekjogi igazságszolgáltatásban alkalmazható gyermekek érdekérvényesítését ratifikálni fogja, illetve most vannak folyamatban ezek a metódusok. Magyarországon önök nyomon követhették a gyerekbarát meghallgatószobák kialakítását, amit a belügyminisztériummal egyetemben 2013. december 31-éig tűzött ki a kormány célul. Itt hangsúlyozni szeretném, hogy ezeknek a gyerekbarát meghallgatószobáknak nem a falfestés és a berendezés a legfőbb célja, hanem az a hang- és képrögzítő berendezéssel ellátott mechanizmus, ahol tulajdonképpen a nyomozati szakaszban már akár az áldozatot, akár a tanút, akár az elkövetőt, a rendőr 14 év alatt ebben a külön elkülönített, a gyermekek számára egy barátságos, ismert környezetbe teszi különösen a krízis helyzetben lévő áldozatot, és ott a hang- és képrögzítő berendezés segítségével azonnal rögzíti. Az eddigi metódus szerint 6-8-szor hallgatták meg például a szexuális bűncselekmények áldozatait, legyenek ezek 6 évesek vagy 8 évesek érintettek. Most a hang- és képrögzítő berendezésnek a következtében egyetlen egyszer a meghallgató szobában kell szakember és a nyomozati szakaszban eljárók jelenlétében erről megnyilatkozni, ha kell játékos úton, időkorlát nélkül a fiatalkorúnak. Ez azt gondolom, hogy egy olyan óriási előrelépés, amit 2013 végére sikerült megvalósítani a kormánynak. Minden megyében van gyermekbarát meghallgatószoba, sőt vannak olyan megyék, ahol 2-3 is alakult. Ez a folyamat nem áll meg, hiszen ezt továbbiakban mind a belügyminiszter, mind a közigazgatás és igazságügyminiszter támogatásával újabb gyerekbarát meghallgatószobák kialakítására tesznek kísérletet. Ehhez nagyon fontos az a momentum, hogy a szakemberképzés, ahogy korábban már elhangzott, nem csak a törvényalkotók által, hanem az utána lévő folyamatban, a kivitelezésben is megfelelő gyakorlatot szerezzünk, és az egész folyamatot végig tudjuk követni. Ezért fontos, hogy a gyermekáldozatoknál áttekintsük azt a statisztikai adatot, hogy hány áldozat van, aki egyébként esetleg fogyatékos. A fogyatékos gyerekeknek a meghallgatása ezekben a gyerekbarát meghallgató szobákban miképpen lehetséges. Ezért a rendőrséggel együttműködésben ebben az évben a kormányzat a közigazgatási minisztérium támogatásával elindította az EFOÉSZ-t, mint szakmai partnert bevonva ebbe a munkába, azt a folyamatot, ami a rendőrök érzékenyítésére
tesz kísérletet, illetve azt szeretné, hogyha szakemberek, és ennek megfelelően olyan rendőrök hallgatnák meg, különösen a fogyatékos gyermekeket, akik ezt a módszertant elsajátították, és ezzel tisztában vannak. Nagyon fontos, hogy a gyermekek az új büntetőtörvénykönyvben első számúlag kiemelten szerepelnek, azaz a szexuális bűncselekmények és az ilyen irányú veszélyeztetettségük mindenképpen, ahogy korábban is említettem, zéró toleranciát élveznek. Nőtt az elévülési idő bizonyos bűncselekmények esetén. Eddig 23 éve volt az elévülési határidő, amikor eljárást lehetett indítani a gyermekkorban elszenvedett sérelmek esetén. Most ezt tovább bővítettük 8 évvel, ami azt jelenti, hogy később, akár 25-26 éves korában is, amikor már elszakadt egzisztenciálisan a családtól, a bántalmazótól, akkor megfelelően elindíthatja ezt a folyamatot. Erre számos európai példa van, ez jól működik. Sokkal több ennek a pozitívuma, mint ami ilyenkor előkerül, hogy ez visszaélésre ad lehetőséget. Akik valós traumát éltek meg gyermekkorban, azok egyáltalán nem szeretnek a későbbiekben ezzel visszaélő formában újabb és újabb eljárásokat generálni. A nagyon fontos, hogy eddig nem szerepelt az erkölcsi bizonyítványban a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény. Ezt a második gyermekbarát törvénycsomag magában foglalja, tehát a foglalkoztatástól való eltiltás a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében a későbbiekben bekerül az erkölcsi bizonyítványba, ami azt jelenti, hogy nem történhet még egyszer olyan, hogyha valakit pedagógusként vagy gyermek közelében egy ilyen irányú bűncselekménnyel elítéltek, majd később gyermekorvosként, vagy akár az iskola fűtőjeként, vagy a sportegyesület gondozójaként, vagy tanáraként újra megjelent valahol a gyermekek közelében. Fontos a második gyermekbarát törvénycsomagból az az internetes, globálisan Európát és Amerikát is érintő kérdéskör, ami az internetes szabályozásra vonatkozik, aminek lényege, hogy 2014. január 1-től bevezetésre került ez a törvény. Szeptemberig minden család, aki igényli, a szolgáltatótól ingyenesen megkapja azt a szűrő szoftvert, amivel már eleve bizonyos agresszív tartalmak és pedofil tartalmak szűrhetővé válnak, és elzárja a gyerektől ezt az elérhetőségi lehetőséget. Minden köznevelési intézményben, kórházban szeptember 1-ig ki kell alakítani az ott működőképes gépeknél a szűrőszoftver telepítését. Tehát így reményeink szerint a különböző iskolai foglalkozásoknál, az informatikai órákon nem lesz arra lehetőség, hogy utána ezeken keresztül arra nem érdemes tartalmakat bönkészenek a fiatalok. Nagyon fontos, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával a gyerekvédelmi internetes kerekasztalt állított fel, és kérte a kormány a szakmai együttműködést az MMHH-nak ebben a média tudatosságban, és a social media ilyen irányú lehetőségeinek kivitelezésében. Nagyon fontos hangsúlyozni, nem az internet ellen kampányol a kormány. Egészen egyszerűen az internet tudatos használatára ösztönözni szeretné a fiatalokat. Erre utal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium legutóbb az elmúlt hónapban elindított kampánya, ami az Internet nem felej címet viseli, ami most már több mint 3000 gyermekhez vagy fiatalhoz jutott el, középiskoláshoz, és amit látunk, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők tekintetében egy olyan fontos tudatosító kampányra van szükség, hogy igen, a közösségi háló, az adatvédelem, a különböző magánjog sértések vonatkozásában egy nyílt tér. Ezt használni lehet és kell, de bizonyos veszélyhelyzetekre jogi tudatosításra szükség van, hiszen a magyar jogszabályok hiába erősítjük, hiába szabályozzuk, nem vonatkoznak az amerikai jogszabályokra, és ilyen esetekben jogsértések során nem tud a magyar bíróság vagy a magyar törvényeknek megfelelően jogorvoslatra kerülni az ügy. Tehát nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy
nem csak jogalkotói tevékenységre van szükség, hiszen a család, a gyerekek, és ahogy képviselőasszony is hangsúlyozta, a nők védelme egy össztársadalmi kérdés, önmagában a politika nem tudja megoldani, és az is nagyon fontos, hogy ebben minél többen kormányzati szereplők, politikusok, civil szervezetek vegyenek részt, és ne csak ellenkampányoljanak, hanem emeljenek szót a gyermekek védelmében. Hiszen ezek az eredmények akár a törvényhozói oldalról, akár a parlamenti ciklus oldaláról nagyon fontos alapot teremtettek a család, a gyerekek és a nők védelmében, így a gazdasági talpraállítás mellett erre is nagy hangsúlyt fektetett a kormány az elmúlt időszakban. Azonban engedjék meg, hogy hangsúlyozzam azt, hogy a gyermekvédelmi törvény elfogadásánál a parlamentben a baloldali pártok nem vettek részt a parlamenti vitákban, és a második gyermekbarát törvénycsomag esetében Vadai Ágnes és Siffer András nemmel szavazott a törvénycsomagra. Így mi azt gondoljuk, hogy hiába táncolnak és nyilatkoznak a kamerák tüzében, a kulisszák mögött mégiscsak kiderül, hogy a valóságban őket nem igazán érdekli a gyermekeink védelme. Márpedig a gyermekeink védelme közös társadalmi kérdés, politikán felülálló ügy, amiben mindenkinek szerepet kell vállalnia ahhoz, hogy egy egészséges jövő magyar társadalma épüljön. Köszönöm szépen. Összesen 15 krízisközpontunk van, és 4-el nőtt a száma az elmúlt időszakban, tehát ez egy elég szép eredménynek tartjuk. Ugyanakkor nyilvánvaló, ahogy járom az országot, én is látom, hogy vannak esetek, amikkel külön érdemes foglalkozni, de önöknek is a segítségét szeretném a tekintetbe kérni, hogy bizonyos tragédiáknak a bemutatása, botrányoknak a bemutatása sok esetben nem segíti az áldozatoknak az aktivizálódását, ez önmagában egy tragédia, amibe kerülnek, és hogyha meg nem értettséget tapasztalnak, vagy annak a rémképe van előttük, hogy a médiába bekerülhetnek, sok esetben azt mondják legalábbis, hogy ez az ellehetetlenüléshez is vezethet a saját környezetükbe. Tehát a nők és a gyermekek pedig különösen tragédiaként élik meg ezt a helyzetet, és saját magukba keresik a hibát elsősorban. Ezért a segítség az, hogyha kampányok formájába érkezik, és nem intézményszerű, és nem törvényi alapon van, és nincs mögötte a rendőrségnek, az ügyészségnek, a gyermekvédelmi intézményeknek a közös együttműködése az iskolával, meg a munkahelyjel együtt, akkor bizony ezek sok esetben eredménytelenek lesznek, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom megemlíteni. Ami az isztambuli egyezményt illeti, az kifejezetten a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolaton belüli erőszaknak a megfékezéséről szól, és egy kiállásról, egy küzdelemnek a megerősítéséről. Ennek vannak nemzetközi vetületei. El szeretném mondani, hogy ez nem magyar sajátosság. Magyarországon semmivel sem rosszabb a helyzet, mint a más európai országokban. Egyébként az Európai Uniónak ezen törekvése, hogy fellépjen például az erőszakkal szemben, ez nem is a demokráciából indult el, hanem a válság sújtotta, vagy háborúval fenyegetett, vagy éppen háborúban lévő területeken a nők és a gyermekek sokkal inkább válnak áldozattá, mint egy demokratikus folyamatban. Innen indult el, aztán kiteljesedett. És ahogy az előbb is elhangzott, bizony én is úgy érzem, hogy vannak kampányok, amik felemásra sikerednek, és kicsit öncélúaknak is érzem. Nagyon veszélyesnek tartom azt a terepet, amikor az önérdek egy civil csoport, vagy érdekképviselet, a saját érdekének, a képviseletének a reflektorfénybe állítása érdekében felhasznál bizonyos áldozatokat, felhasználja ezt az egész folyamatot, ami még sehol nem mehetett semmilyen országba, úgy teljesülésbe, hogy nincs erőszak, nincs nőkkel, gyermekekkel, rászorulókkal szemben erőszak. Tehát ez egy folyamat, és minden országnak saját adottsága, hogy hogyan tudja azt kezelni, és saját felelőssége is. És ebben megvan a mi mindannyiunk közös felelőssége. Minden olyan kampányt, minden olyan akciót, ami arról szól, hogy csökkentsük ennek a számát, azt
nagyon nagy mértékben és őszintén támogatni tudom. Ugyanakkor el szeretném mondani, hogy statisztika tekintetében nem állunk jól. Olyan statisztika, ami kifejezetten szigorú mintavétel alapján arról szólna, hogy kik az elszenvedői ennek az erőszaknak, ilyen statisztikáról nincs megbízható információnk. Vannak egyedi elemzések, vannak felmérések, sőt nemzetközi szervezetek is végeznek ilyen felméréseket. Tavaly is történt egy ilyen felmérés egyébként, azonban azok mély interjúk formájában történt. A mély interjú önmagában egy leszűkítő, nyilván eseteket dolgoz fel, esetekből szeretne általános érvényű következtetéseket levonni. Ez az interjú sorozat, például ami Magyarországon volt, ennek is eredeti célja, amit én üdvözöltem, az volt, hogy egyfajta jó gyakorlat átvételén keresztül segítsük egymásnak, mármint a tagállamok egymás jogalkotási munkáját, majd mások rosszul interpretálták a végeredményét, és általános érvényű következtetéseket szerettek volna ebből levonni, ami egy hibás út. A jó gyakorlat átvétele jó, de egyébként néhány esetből, mély interjúból, ami nyilvánvaló tragédia felé visz, levonni általános érvényű következtetéseket felelőtlenség, és nem szolgálja a megoldás sem. Körülbelül én ennyit szerettem volna. De van nem, a nagyon a abszolút összefogató. Én kettő gondolatot tennék ehhez hozzá. Az egyik pont Ildikó által felvázolt intézményrendszer. Ilyenkor mindig a számokról beszélünk. Vajon megoldást ad-e, ha még 6 intézményrendszert felállítunk, akkor, és titkossá is tesszük azt, hogy ott tartózkodnak, és azonnali elhelyezkedést kapnak mind a nők, mind a gyerekek, akkor, hogyha még nem készült el akár a civil szervezetek segítségével az a szakmai program, ami prevenció lehet, azaz segítséget tud nyújtani a nőnek, hogy amikor ezt a menedékházat elhagyja, akkor a gyermekével együtt hova mehet, mert az a leggyakoribb tapasztalat, hogy ilyenkor a menedékházat elhagyja, és rövid időn belül visszamegy az elkövetőhöz, mert egzisztenciálisan olyan mértékben függ tőle, hogy azt nem lehet egyik pillanatról a másik pillanatra kialakítani. Tehát nem csak épületeket kell létrehoznunk, hanem egy olyan tágabb rendszerben és egy olyan holisztikusabb értelmezést kell ennek adni, amiről elfelejtünk sokszor beszélni. Például az új büntetőpolitika állandóan a kapcsolati erőszakot hangsúlyozza. Azt nem sikerült még igazán a közvélemény számára érthetővé tennünk, hogy az új büntetőpolitikának nem csak az az újszerűsége, hogy a kapcsolati erőszakot önálló tényállássá teszi, hanem azt is, hogy már azt is bünteti, és egy sokkal nagyobb biztonságot ad a nőnek, hogyha őt megalázzák, hogyha őt verbálisan abuzálják, ahogy szaknyelven szépen mondani szokták, vagy súlyos nélkülözésnek teszik ki. És ez általában összefügg, hogy elkezdődik egy olyan lelki abúzió, ami aztán utána egy fizikai bántalmazásba fordul, és amiről képviselőasszony beszélt, olyan tudatosító kampányok elindítása, ami a nőknek felhívja a figyelmét arra, hogy amikor már a kezdeti szakaszban felismerik ezeket a lehetőségeket, akkor milyen segítségnyújtás lehetséges. Ezen dolgozik, és a kormányzat pontosan jól látja, hogy körülbelül ezt az egész rendszert miképpen kellene felépíteni, de ez nem megy egyik napról a másik napra. Itt több évtizedes elmaradást kell behozni, és az is nagyon fontos, hogy ezek az intézményi vagy krízisközpontok nem csak a kapcsolaton belüli erőszak áldozatainak adnak otthont, hanem a prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak is. Ami megint egy újabb fejezetet nyit egyébként abban a kérdéskörben, hogy akár az internettel összefüggésben, akár az egész társadalmi szerkezet és a vándorlás következtében nő, és az emberkereskedelem és a gyermekprostitúció száma is nő globálisan Európában, és így tényszerűen Magyarországon is. Igen, de most pont erre lennék kíváncsi, hogy az, hogy a VTK szigorúbb lett, ez lehet egy elkövetőnek visszatartó erő, hogy a nő inkább elmegy a rendőrségre és feljelentést tesz a férje ellen, hogyha már elcsattan egy pofon, tehát hogy ez a számokban
ennek van valamilyen eredménye? Tehát az, hogy ezek jobban napvilágra kerülnek, vagy az, hogy csökken esetleg az erőszak, mert az elkövető ezt maga az, hogy úgy, hogy már ezért megbüntetnek, akkor nem verem az asztalt. Megértettük. Értjük. Természetesen értjük. A büntető törvénykönyv ezen passzusa januárban lépett életbe. Tehát 2013. január 1-től messze menő következtetést levonni arról, hogy most hirtelen egy törvényi módosítással 10%-kal csökkent ez a szám, ezt nem lehet. Ez egy külön szakma, aminek a részeredményei és annak a feldolgozása várat még magára, és nagyon sok lépcsője van. Azt mondhatnánk, hogy a törvényi kerete, a törvényi lehetősége most megvan. Most az együtt gondolkodásnak az időszaka jön el, egy tudatformálásnak, egy közös gondolkodásnak, hogy élhetünk ezzel a lehetőséggel, hogy igénybe vehetjük a törvény, nagy fokú, azt mondtam, hogy a legnagyobb fokú védelmet biztosítja. Ez a feltételrendszer, ez kidolgozásra került. Én azt gondolom, hogy ha jövő ilyenkor itt állunk, és erről a kérdésről beszélünk, akkor már felelősen lehet arról nyilatkozni, hogy igen, e tekintetben a nők, a sértettek, az elszenvedői az erőszaknak sokkal biztosabb lábon állnak, mert hogy a törvényi háttér, ami biztosíték számukra, egyben lehetőséget is ad arra, hogy éljenek ezzel. De mint ahogy elhangzott, ez egy egzisztenciális kérdés is. Éppen ezért nagyfokú alaposságot és elővigyázatosságot is igényel ennek a kérdésnek a bármilyen szempontú megközelítése. Valamint pont az ön kérdéséhez, bocsánat, hozzátartozik, hogy a törvény látószögébe, vagy a törvény alkotást számon lehet kérni, de a legtöbbször el sem jut a bíróságokig ez a kérdéskör, hiszen a rendőrségen már megáll, ugyanis nem tesz feljelentést a sértett, vagy még a legjobb szándéka szerint is úgy indul el otthonról, de egészen egyszerűen nem jut el odáig, pont az említett okok miatt, hogy mi lesz vele, hogyan, tehát nem csak krízis központokat kell létrehoznunk, hanem a prevencióra kell tennünk a hangsúlyt az elkövetkezendő időbe, de ennek alapjául szolgált az, hogy az új BTK-ban egy maximális védelmet nyújtsunk a nőknek. Valamint az is egy nagyon fontos momentum ebből a szempontból, amit egy civil szervezet felmérésében olvashattunk, akik egyébként a kapcsolati erőszakra tettek kísérletet egy jelzőrendszerrel, amit azonnal megnyomhatnak a sértettek, illetve az áldozatok. Ebből pontosan jól tudjuk, hogy a 12 riasztásból 10 a nő a gyermekei védelmében nyomta meg a riasztógombot, ami azonnal a GPS koordinátán keresztül ugye a rendőrséget riasztja. Ez egyébként a Vodafone-nak a programja, a Nanéval, ez sem titok, nyilván önök tudják. Ezért óriási kérdés mindig, és kormányzatilag azt képviseljük, hogy nem lehet a nőket külön kezelni a gyermekektől, és nem lehet azt mondani, hogy a párkapcsolati erőszak az első számú prioritás, mert ha a gyerek nem egy ilyen családban nő fel, akkor később ő sem lesz áldozat vagy elkövető. Nem. Ezt abszolút együttesen kell kezelni, és mi magunk nők pontosan jól tudjuk, hogy kétszer annyira vagyunk érzékenyek, ha van gyermekünk, mint hogyha önmagunkért kell kiállni. Tehát a gyerekek oldaláról, a gyerekek védelme szempontjából még több lehetőséget adunk a nők kezébe. Ezért annyira összetett a dolog, hogy rögtön a női foglalkoztatás kérdésköréhez vezet el minket, a stabilitáshoz, és innen is látszik, hogy ezt a kérdést nem is lehet, és nem is szabad önállóan kezelni, csak mint egy erőszak tényét vagy tényállását, hanem a nőknek azt a stabilitást kell tudnunk nyújtani, kellő iskolázottság mellett, kellő szakképzettség mellett a munkaerőpiacnak a fogadókészsége is legyen meg, és ha emellé szociális védőhálót is tudunk tenni például a kisgyermekes anyák esetén, akkor azt gondolom, hogy ezt az ő stabilitásukat fogja növelni. Tessék! Szerint több mint 1000-en választották a gyerekextrát januárban. Hogyan értékeli ezt a számot? Erre számítottak, többre számítottak, kevesebb?
Hát ez azt jelenti, hogy naponta több tizen választják a GyedExtrát. Úgy gondolom, hogy kevés azon intézkedések egyike a GyedExtra, ami tényleg a valóságról szól, és a nőknek azt a helyzetét próbálja meg megtámogatni, amiben a legnagyobb támogatásra is szorulnak. Tehát arra gondolok, hogy nem döntenek helyettünk, hanem ránk bízzák a döntést, hogy milyen formába szeretnénk ezt igénybe venni. Otthon szeretnénk a gyerekünkkel maradni, és két gyerek esetén dupla ellátást szeretnénk, vagy hogyha vissza szeretnénk menni dolgozni, egy éves kora után a gyereknek, el tudom önöknek mondani, három gyerekem van, mind a három gyereknél másféleképpen oldottam meg, más volt az élethelyzetem, máshogy reagáltam azt le, akkor az anyuka visszamehet dolgozni, én is találkoztam olyan anyukákkal, akik ezt választották, és boldogan és örültek, és elmondták, hogy rémképeket fest sokszor a média, hogy a visszatérő anyukákat majd a kirúgás veszélye fenyegeti, és semmiféle védelmük nem lesz. Őre örömmel vártak egy évig, és visszament dolgozni, és nagyon jól érzi magát, és a gyereke is boldog, és nagyon örül ennek a lehetőségnek. Egy jegyzőasszony nem régen tette közzé, a második gyermeke után ment visszadolgozni. Olyan élethelyzetek vannak, amiket tényleg jó érzés látni, hogy segíteni tudtunk e tekintetben. Ez is egyike azon rendelkezéseknek, azon törvényeknek, ami éppen a nőknek a támogatását szolgálja abban az élethelyzetben, amiben vannak. Én sikerként élem meg. Egyértelmű innováció, Magyarország innovációja, nem tudok olyan Európai Uniós tagországról, ahol ilyen támogatást kapnának a nők. Most még egy gondolat, két probléma merült föl e kapcsán. Az egyik az az, hogy felmondási védelem nem, annak a kismamának, tehát azt a kismamát nem óvja felmondási védelem, akinek 3 évesnél kisebb gyermeke van. Ilyen gondolat felmerült e kapcsán. A másik pedig az, hogy a gyermekvédelmi törvény egyik passzusa azt mondja, hogy a bölcsődében nem vehetik fel azokat a gyerekeket, akiknek az eltartója egyedem van. Egy másik passzus, ugye most a GyedExtra kapcsán pedig azt mondja, hogy elsősorban a dolgozó szülők gyermekei kell felvenni az óvodába, hogy ilyen sokan igényelték, voltak olyan intézmények, olyan helyzetek, ahol ezekkel szembesülnek, hogy voltak ilyen ellentétek. Én nem végeztem felmérést a tekintetben, hogy volt-e olyan helyzet. Azt tudom, hogy a gyermekvédelmi törvénynek a rendelkezése nem mond ellent a tekintetben. Tehát ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a bölcsödébe az a kisgyerek, akinek az édesanyja visszamegy dolgozni, és mellette kapja a gyedet, az jogosult arra, hogy a gyerek bölcsödében menjen, és nem is kaptam olyan levelet, ami arról szólt volna, hogy erre való hivatkozással az édesanyát nem vették vissza, nem tudott visszamenni dolgozni, vagy a gyerekét a bölcsödében nem vették volna fel. Ez egyfajta riogatás volt, de a valósághoz valami kevés köze volt. Olyannyira, ugyanúgy, mint ahogy az, hogy a munkatörvénykönyvében, az új munkatörvénykönyvében nincs védelem azon nőknek, akik visszamennek dolgozni a gyermek egy éves kora után, és nem mondhatnak fel nekik. Valóban így van, hogy az előző munkatörvénykönyvében az volt, hogy a gyermek 3 éves koráig, ha az édesanyja visszament dolgozni, egyáltalán nem lehetett felmondani. De abban az esetben, amikor a régi munkatörvénykönyv volt életben, akkor az édesanyja lemondott a gyedről, úgy ment vissza dolgozni, gyest kaphatott mellette, gyedről le kellett neki mondani, tehát ezt a ellátási formát nem kapta, és kapta a munkabérét. Most jelen pillanatban az édesanyjának nem kell lemondani a gyedről, tehát a gyermek nem marad ellátatlan, a gyedet pont azért kapja az édesanyja, hogy a gyermek ellátott legyen abba az életkorba, úgy, ahogy a jogszabályok ezt biztosítják. Őt valóban nem illeti meg az, hogy 3 éves koráig a gyereknek nem lehet felmondani, de a felmondás nem rendes felmondás lehet, hanem rendkívüli felmondás. A rendkívüli felmondás a munkatörvénykönyve szerint nagyon indokolt esetben van, és nagyon például a cég tönkre megy, felszámolásra kerül. Tehát azért, mert
jobb lábbal lépett be bal helyett aznap reggel dolgozni, azért az édesanyának nem lehet felmondani. Tehát még egyszer mondom, nagyon indokolt esetről van szó. Ezt nevesíti az új munkatörvénykönyve. Rendkívüli felmondással lehet az édesanyának felmondani. Megjegyzem, ilyenről se számoltak be az édesanyák, hogy visszamentek dolgozni, és másnap fölmondtak volna nekik rendkívüli felmondással. Aki egy évig várja, hogy visszatérjen egy jó munkaerő, mert hogy szakképzett, és legyünk ennyire büszkék a szakképzettségünkre, meg a végzettségünkre, várja a munkáltató, az nem azzal fogja kezdeni az első napot, amikor megérkezett az anyuka, hogy köszönöm szépen, hogy visszajöttél dolgozni, és most föl szeretnék mondani. Ez nem életszerű. Egyébként a törvény védelmet is ad a tekintetben.